Zeus lányai közül kettő álarcot tart a kezében, Thália és Melpoméné. Az első a komédia múzsája, a második a tragédiáé. A kettő együtt tökéletesen kifejezi mindazt, amit a közönség évezredek óta a színházban keres. A nevetést és a sírást. Lope de Vega szerint a színházhoz nem kell más, mint három deszka, két színész és egy közös szenvedély. És valóban, bár a színészmesterség csöppet sem könnyű, az önfelett játszás öröme kárpótol minden fáradtságért. Magyarországon már a középkorban előadtak liturgikus drámákat, de a hivatásos színjátszásról csak 1790 után beszélhettünk. Azóta a magyar színházi kultúra európai szintűvé vált. Egy borzasztó nehéz pálya olyan szempontból, hogy az alázat az egyik legfontosabb dolog. Ez egy csapatmunka, tehát hogyha itt valaki önző és valaki csak saját magára gondol, az nagyon hamar megkeseríti a kollégái és a saját maga életét is, és ez nehéz, ez minden ember valahol azért önző. Valami kerek egészet kap az ember egy jól sikerült este után, tehát az adott pillanatban, hogyha jól el tud helyezkedni, akkor ez egy az égiekhez közeli állapot, tehát hogy tényleg van benne valami szentség ebben a szakmában. Azt szokták mondani, hogy 80% szerencse, 10% tehetség és 10% szorgalom, ami részben igaz. Tehát ez tényleg egy nagyon nehéz pálya, de hogyha megvan a tehetség, akkor egy hihetetlen lelki erő kell hozzá. A színész az a személy, aki eljátszik egy szerepet egy művészeti produkcióban. A színész énekelhet, táncolhat és dolgozhat bábszínészként is, vagy szinkron színészként, színpadi vagy filmszerepben egyaránt. Munkája teljes embert igényel, gondoljunk csak a szövegtanulásra vagy a hosszú próba folyamatra. Tökéletesítenie kell beszédtechnikáját, mozgáskoordinációját, hogy a rendező utasításainak megfelelően tudja újra és újra eljátszani a kívánt karaktert. De a színészet az egyik legváltozatosabb mesterség. Nem hiába szeretne minden második gyerek színész lenni. Ugyanakkor a színész feladata nem csupán egy szerep eljátszása. A színésznek kreatívan részt kell vennie a próba folyamatban, saját képére kell formálnia a hősét, vagy inkább neki kell átalakulnia azzá, akit játszik. Jelen pillanatban Goldoni kávéházában szerepelek, itt a Veszprémi Petőfi Színházban. Eugenio szerepét játszom. Róla fontos tudni, hogy szenvedélybeteg emberről van szó. Tehát kártyajátékos, soha nem bírja feladni, mindig játszani akar, mindig elveszti az összes pénzét. Nagyon nagy kihívás. Nem kell az embernek ahhoz jelen vagy adott esetben mondjuk szenvedélybetegnek lennie, vagy ne adj Isten sorozatgyilkosnak lennie, vagy balettáncosnak lennie, hogy tudjon azonosulni a dolgokkal. Tehát mindig valahonnan, máshonnan valami apró kis ilyen emléktöredékekből, vagy hasonlatos élményekből próbálja fölépíteni, vagy összegyúrni, vagy felerősíteni azt, amit meg akar jeleníteni. A színésznek az első számú eszköze a saját teste. Azt kell tudnia mesterien használni. Ebben a szakmában nagyon fontosak a gesztusok, a testtartás, a mimika, a hanglejtés és minden apró mozdulat. A jelmezek és a színházi sminkek segítségével más életkort, más karaktert vagy más nemzeti jelleget lehet a színész arcára varázsolni. A körülötte lévő díszleteket pedig az ő játéka kelti életre. Nagyon jó tanáraim voltak. Szerintem mindenféleképpen fontos az, hogy az ember egy erős alapot kapjon, amire utána későbbiekben tud építkezni. Ha ez a kezdő alap megadatik a számára, akkor onnantól fogva, mint egy ilyen szerszámos dobozból azt veszi ki, azt a szerszámot, amire neki szüksége van az adott pillanatban. Utána a rutin, ami ráépül, az már csak egy ilyen finom sorjázás, azt hiszem. A színész az olyan, hogy folyton figyel. Tehát a buszon, a boltban, a kávézóban, otthon rettentesen figyeli a körülötte lévő embereket, nagyon érzékeny, és ezeket szépen be lehet vinni, és akkor így összegyúrni a saját magam történeteiből, illetve a látott külső dolgokból. A színésznek kiváló pszichikai és fizikai erőnléti állapottal kell rendelkeznie. A többfordulós felvételin ezért szigorú alkalmassági vizsgát kell teljesítenie. A kommunikációs képességét nem is lehet kérdés, de ennek még önállósággal és kreativitással is kell párosulnia. A színésznek tudnia kell összpontosítania, hosszú szövegeket memorizálni. Folyton képeznie kell magát, alkalmazkodnia kell az újabb szerep elvárásaihoz, amihez kitartásra és minden részletre kiterjedő figyelemre van szüksége.
Fontos, hogy együtt tudjon működni a rendezővel és a színész kollégáival, hiszen az előadás összmunka eredménye. Tudnia kell alkalmazni az improvizációs technikákat. A színészet egyrészt szellemi, másrészt nehéz fizikai munkának számít. Az ő munkájában egy szerep megformálása fizikai megterhelést is jelenthet, elég ha csak a premier előtti éjszakákban nyúló próbákra gondolunk, de a felkészülés is komoly stresszel járhat. De ki ne izgulna, ha szempárok százai figyelik minden mozdulatát. Az előadások vagy filmfelvételek során balesetek is előfordulhatnak, ami azonban kellő odafigyeléssel és felkészüléssel elkerülhető. A színész munkaideje nagyban eltér a normálnak mondott munkarendtől, bár számukra ez természetessé válik, és este érzik igazán elemükben magukat. A színész munkahelye is épp oly változatos, mint a szerepei. A színház mellett ott vannak a turnék és a forgatások. A színésznek nem árt, ha jól lát és hall. A beszédhiba súlyos hátrány lehet, természetesen ezzel lehet javítani. Előnyt jelenthet a jó fizikai erőllét és zenei hallás. Aki már kiskorában szeretett szerepelni, könnyen tanult szövegeket és még a zene iránt is fogékony volt, annak egy sikeres érettségi után egyenes út vezethet a színművészet ide. A pálya alkalmassági vizsgán a jelentkezőnek különböző irodalmi szövegeket, dalokat kell előadnia. A színészképzés túlnyomó rész gyakorlati órákból áll, a színészmesterség felsőoktatásban tanulható. Választható szakirányok zenész-színész, bábszínész. A szak elvégzése után okleveles színészképesítést szerez a hallgató, a diplomával több területen lehet elhelyezkedni, színházban, bábszínházban, szinkronstúdiókban. Egy színész havi fizetése 170 és 280 ezer forint között van, attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, és milyen ismertségnek örvend. Aki most színészként képzeli el a jövőjét, lehet, hogy statisztaként kezd majd el megbarátkozni a hivatással, de évek múltával akár koreográfussá, vagy rendezővé is válhat. Nem tudnám megnevezni azt, hogy ki az az ember, akinek én ajánlanám, hogy milyen jellegű, milyen karakterű embereknek ajánlanám ezt a szép szakmát. Mindenki maga fogja érezni, hogy mennyire akar ennek részese lenni, ennek az önkifejezésnek, ennek a legképzésnek, ennek az élet leképzésének. Nagy különbség az, hogy az ember exhibicionista, és azt akarja, hogy őt magát lássák. Az egy másik dolog, mint az, hogyha közölni akar valamit, és valamit akar magából adni. Mert igazából erről szól a színészet, és nem az öncélú magamutogatásról. És ezt, hogyha neki sikerül véghez vinni, akkor ez egy gyönyörű pálya. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.